Ember, küzdj, és bízva bízzál. Madács Imre. Az élet küzdelem. Ugyanaz, mint ami a saktáblán zajlik. A sakk meghódította a világot, kultúránk, mindennapi életünk, kikapcsolódásunk része lett. Egy pimasz megjegyzés szerint a sakk a csendes őrültek sportja, akik nem másnak, csak önmaguknak ártanak. A történelem folyamán nem találtak fel még játékot, amelyben a szellemi párbaj ilyen magas szintre emelkedett volna. A kártya szerencsejáték, a sakk a szellemjátéka. Lenyűgöző minden szinten. A kezdő játékos nem emelkedik ugyan a mester szintjére, mégis nyomon követi, csodája az újabb számára merész lépéseket. A sakk néhány szabálya a kombinációk beláthatatlan lehetőségeit kínálja a partnerek számára. Azt a benyomást kelti, mintha a sakkozó a végtelennel kacérkodna. A rendkívül gyors számítógépeken futtatott, bonyolult sakkprogramok az élvonalbeli sakkozókon kívül mindenkit könnyűszerrel legyőznek, sok esetben még a mestereket is. A szokványos személyi számítógépekbe betáplált sakkprogramok legjobbjai komoly fejtörést okoznak a gyakorlott sakkozóknak is. A sakkprogramok kiszámítják a sakkfigurák lehetséges elhelyezéseinek viszonylagos előnyeit. A legjobb számítógépek egy másodperc alatt elképesztően sok lehetőséget vesznek számításba. Ám a számtalan, nyilvánvalóan rossz lépés mérlegelésének képessége Kevésbé fontos a gépi agy számára. Az a sakk zseni kiváltsága. Ő választja ki azt az egy-két változatot, ami a játszma kimenetelét eldönti. Aránylag könnyű a sakk szabályait elsajátítani. Nem nehezebb, mint az egyéb tábla játékok esetében. Ami viszont igazán nehéz, jól játszani. Bármennyire jó játékos valaki, még mindig tanulhat valami újat. Egy ismeretlen megnyitás vagy meglepő változat könnyen zavarba hozhatja a partnert. A sakk a meglepetés, a nem várt fordulatok művészete. Háborús összecsapásokra emlékeztet, ugyanakkor a szellemi küzdelem civilizált szintere marad. Az életre ismerünk benne, a mindennapokban zajló versengésre, sikerre, vereségre. A sakk szimbolikusan magába foglalja a tér valamennyi dimenzióját. A küzdőteret megjelenítő táblát, rajta a mezőkben felsorakozó tiszteket, babákat. Szinte még a harci kürtszó harsány hangját is hallani. Valahányszor a verseny kezdőjátékosa a sak óra gombját megnyomja. A sakk nehéz észtorna, de szép szépsége a nehézségben rejlik. Gondolati mélység, fantázia, támadás, védekezés, taktikai készség. Mind-mind megtalálható benne. A sportszerűséget a szellem szigora, élessége uralja, de a vetétás reménykedő derülje feloldja a feszültséget. A küzdelem kegyetlen, mindkét fél démoni elszántsággal az ellenfél megsemmisítésére tör. Nem véletlen, hogy a hadvezérek között számos sakkozó volt. A sakban mindenre figyelni kell. Aki stratégiában gondolkodik, az könnyen alul marad taktikában. Légvárat épít. Aki viszont taktikázik, és nem figyel a fenyegető veszélyre, az könnyen bekerítik. Köztudottan egyik mestert taktikusnak, a másikat pozíciójátékosnak nevezik. De ez csak azt fejezi ki, hogy mindkettőnek ismert az erős, illetve gyenge oldala. A vagy-vagy helyett az is-is a mérvadó. A kombinációkhoz helyzetértékelésre, fantáziára, pontosságra van szükség. A sak szenzációja az, hogy mindig új, sohasem unalmas. Viszont joggal kérdezhetjük, a sok nagyjai nem gondoltak-e már végig minden lehetőséget? Persze, hogy nem, hiszen nincs két igazán komoly játszma, ami azonos lenne. Noha, számtalan lépéssorozatot hagytak ránk az elődök. Ezer és ezer játszmát elemeztek már, mégis újabb és újabb lehetőségeket, csapdákat varázsol a fantázia a táblára. A jósakkozó számol és számít számol a valós lehetőségekkel, és számít a győzelemre. Bízik abban, hogy gyalogos, ami előbb célba ér, vezér lesz belőle, amint azt a nagy sakkozó Napóleon is mondta. Minden közkatona tarsójában hordja a marsalbotot. Az életben ritkán, a sakban gyakran a legkisebb, a legnagyobbá emelkedik. Az élet sakjátszmára emlékeztet tervünk megvalósulása attól függ, hogy a sakban az ellenfelünk, az életben a sors mit tartogat számunkra. Ha valaki leáll, nem lép, az végképp veszít, feladta a küzdelmet. Van-e nagyobb öröm, mint megnyerni a partit? És van-e sportszerűbb, mint elismerni az ellenfél győzelmét? Én rosszat léptem. A partner nem. Én csak sakkot adtam, de ő bemattolt. Az életben is így van. Egyik győz, a másik veszít. A küzdelmet a saktáblán újra lehet kezdeni. Az életben gyakran nem.